Jó estét kívánok! Folytatódik a Pódium az Ózdi Városi Televízióban. Pódium beszélgetésekre várom önöket olyan vendégekkel, akik már vagy nagyon régen, vagy még sohasem jártak Ózdon. Érdemes velünk tartani, és egyszer-egyszer eljön ide a beszélgetés helyszínére is, az olvasó Adorján Lajos termébe. A nézők már megérkeztek, a vendégem is itt van, semmi akadálya a kezdésnek. Töltsék a következő egy órát velünk. Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, parodista, hivatásos rajongó a mai napig, ezt egy könyve is bizonyítja. Már gyermekkorában eldöntötte, híres lesz. 1968-ban megnyerte a Ki mit tudott, mások hangján beszél, de ma már ő is utánozhatatlan. Hatalmas népszerűséget hozott számára a televízió, egy showt neveztek el róla, ami 28 éven át ment egyedi módon, a közszolgálati televíziót követően az egyik kereskedelmi csatornán. Szilveszter nem volt nélküle. Paródiája már népszerű művészeket is még népszerűbbekké tették. Volt Simon Bá a Csini babában, Ernő a Pasikban, most pedig éppen Sótonyi Frigyes. A Pódium ma esti vendége Gálvölgyi János. Bejövök még egyszer. Arra mindenképpen választ kapott, kérdezte, hogy lesznek-e nézők. Én azt gondolom, hogy vannak szép számmal, amennyien... Hát, én magamban is erre vagyok. Bocsánat, nem tudom. Vigyék úgy, hogy így is ülök, meg mindenfele ülök. Igen. Hát az ember, ha érdektelenség miatt jön, akkor ez nem olyan jó. Járt már itt Ózdon. Én próbáltam ma az emlékezetét feleleveníteni. Nyilván 12 év alatt sok minden történt. 2010-ben hoztam egy fotót is, hogy. Igen, köszönöm szépen, most meg kéne lepődöm, de kint megmutattak. Igen. Igen, a Madár Színházzal, a Nem most drágám című darabban jártam itt. Igen. Nagyon szépen köszönöm. És most önnek is megmutattam a színháztermünket, meg egyáltalán ezt a gyönyörű épületet. Ez fura, mert az ember, legalábbis a magam fajta, kultúrházakra, színházakra hátulról emlékszem, tehát én mindig a művészbejáról emlékszem, hogy hogy néz ki egy színház belülről, előről, azt mi nem szoktuk látni, mert általában a színpadon vagyunk. De ez gyönyörű, ez a, komolyan mondom, nem kapok érte pénzt, csak hát a szívem szakad bele, hogy önök se kapnak majd pénzt, és akkor mi lesz ezzel? Ön gyermekkorában elhatározta már azt, hogy híres lesz. Azt gondolom, hogy ez valahogy bejött. Így, igen. Ez egy gyerekkori álom, ami beteljesült tulajdonképpen. Igen. Hát, de hogy ezt én honnan vettem, ezt a gyerekkori álmomat nem tudom, mert akkor még nem volt televízió, film az már volt, nem 1800-as években születtem, de nem tudom, hogy honnan vettem tényleg. Lehet, hogy előző életemből maradt valami bennem, hogy megyek az utcán és megismerek. Ez volt az én nagy álmom. Tehát a színészet még nem, csak ez a megismerés? Nem tudtam, mi az, hogy színészet. Tehát én most, elmondtam most 44 éves, most kezdem megtudni, hogy mi az a színészet, hogy ezzel mennyi gyötrelem jár, hogy ezzel mennyi idegesség jár, mennyi, hát most a színpadról nem is beszélek, vagy egy szerepről, azt én nem tudtam, hát honnan a fenébe tudtam. Azt láttam, hogy megy egy ember az utcán, elájulnak, mert akkor még a színésznek becsülete volt, egy színész még úgy öltözött, hát kizár dolog, hogy most mi itt ülünk mind a ketten, mondjuk ez nem farmer, de hogy egy színész farmer van, menjen végig, az, nem is volt farmer, tegyük hozzá Budapesten, meg vidéken sem, de hogy egy színész ne úgy nézzen ki, hogy ne egy fehérig, ne egy olyan nyakkendő, hogy valaki, tehát az úgy ment egy valaki az utcán. És én olyan valaki akartam lenni. Olaszországban azt mondják doktor úr, mert mindenki doktor úr, és ezzel le tudják az egészet. És ez a valaki után menni, ez olyannyira gyakorlattá vált, hogy tulajdonképpen autogramokat is gyűjtött, és meg is szólította ezeket a híres színészeket. Hogy nem, mert addig úgy éreztem, hogy kapcsolatban vagyunk. Tehát én ma találkoztam a besenyeivel, szóval, és akkor így. Lehet, hogy ezek a nevek már nem mondanak semmit, de akkor nekem ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy olyan helyen laktunk, ahol közel volt a Madár Színház, a Nemzet, nem tudom én mi, és akkor ott jöttek ezek a csodák számomra.
És akkor az, hogy megfogta a kezével, azzal a csodálatos kezével X azt a tollat, ami az én tollam volt, hozzányújt az autogramgyűjtő füzetemhez, hát hát az fantasztikus, hogy éreztem az illatát. Ugye annak idején hát azért ma már a férfiak, van, aki mosakszik, de az, hogy egy férfinak illata van, tehát, hogy használ egy szappant, parfümöt, hát az egy nagyon nagy dolog volt. Én láttam ezt a füzetet, mert az egyik könyvnek, ami erről szólott, meg is jelent. Ez egy lila csomagolású iskolai füzet tulajdonképpen. Kék, most már csak erre még szerintem még én is emlékszem egy ilyen füzetre. Igen. És spórolt is a helyjel, mert hogy annyi... Három felé osztottam, hát nem. És aztán jellemző, hogy például az egyik nagy kedvencem, Márkus László, így átírta az egész oldalt. És bármilyen furamban megtiszteltek azzal, hogy van egy ilyen vendégkönyv itt, de ezt meg nem mondom, hogy miért, hogy így írom én is alá a nevemet. Illetve fölé írom így a nevemet. És a Márkus akkor pipa is voltam, mert hát én 3 rubrika volt, és minden rubrikában beírtam az illető nevét, a kocsijának a rendszámát, tehát hogy ha szóba kerül valahol, akkor tudjak róla, hogy milyen autója van és milyen rendszáma, és akkor ezt így végig átírta. A szülők ehhez mit szóltak? Hát először kezeltettek, de nem. Hát nem, tulajdonképpen ez egy gyerekes dolog volt, egyszer gyerek voltam, 7. kerületben laktunk, először Angyalföldön, aztán a 7. kerületben, és akkor én a 4-6 körül mondtam, hogy akkor most lemegyek, nem szóltak semmit. Apám 5 körül jött haza, annak az volt a technikája, hogy hallottam, 3. emeletre laktunk, és mikor hallottam, nagy hangja volt, és akkor gyorsan elővettem a fizikakönyvet, vagy valamit, és akkor megjött, látta, hogy hát egész délután ott döglöttem a fizikakönyv fölött, tehát, hogy mit tanulhattam. Tehát utána már mondhattam, hogy akkor most lemennék, menjél, fiam. És akkor hát aztán évvégén ez már nem volt ilyen jó pofa dolog, de nem szóltak hozzá, hogy különösen nem tiltották. És amúgy mit csinált 5-ig, hogyha egyedül volt? Én bábszínházaztam, és színházéleteket olvastam, mert megállás nélkül. Hát én onnan voltam ilyen nagyon-nagyon tájékozott és művelt, mert akiktől én aztán autogramot kértem, én tudtam, hogy bejátszanak, mit játszanak. Hát színházban azért nem jutottunk, miért hazudnék, hogyha mi olyan jó módon lettünk volna. Édesanyám ápolónő volt, apám pedig tisztviselő, tehát nem jártunk mi, néha-néha eljutottunk színházba, úgyhogy ha valakitől kaptunk ingyen jegyet. Tehát, de apám énekelt egy kórusban, és akkor hát mondjuk ilyen komoly zenei műveltségem lenne, ha érdekelt volna a dolog. De hát Kodály meg Bartókot énekeltek, és akkor én ezt nem nagyon, szóval nem álljultam el, hogy miket hallok én tőlük. Úgyhogy, de látja, például rájöttem ott akkor, hogy apám, pedig a Vasas kórus, ami egy nagy nevű kórus volt, és a Zeneakadémián, emlékszem a pillanatra, hogy mondták, hogy most következik, és akkor vonult be a kórus, nem tudom, 60 férfi, ilyen, több ilyen, ezért fölálltak, és hát hogy apám hol van. És mire megtaláltam, ott van apám, már is énekelték, már mentek le. És akkor volt bennem egy olyan, hogy én ilyet nem akarok. Tehát, hogy eljön a családom, aztán hol van apuk? Ja, már kiment? Hogy ezt én nem szeretném. Visszatérve egy kicsit a bábozáshoz, akkor itt tulajdonképpen nem volt közönség, ezt csak magának csinálta. Nem. De ezek a bábok már különböző hangokon szólaltak. Igen, meg. De látja, milyen fura, hogy mondta, hogy azzal kezdtük itt, hogy megkérdeztem, hogy van-e közönség. Én belehaltam volna, hogyha akkor lett volna nekem közönségem. Most meg abban, hogyha azt mondja, hogy nincsenek. Nem. Én most is különben ideges voltam, meg vagyok, mert azért nem mindegy, az ember kiáll ennyi emberrel és össze-vissza beszél, de akkor én kifejezetten én szégyellős gyerek voltam, de én a mai napig úgy néz ki, hogy ilyen nagyon slágvertig vagyok, meg minden, de egy szégyellős pali vagyok alapjában véve, és ez ellentmond annak, amit esténként művelek a színpadon vagy a televízióban, de az egy más állapot. De ennek a bábozásnak a későbbi időszakra volt valamiféle hatása? Hát, annyi hatása volt, hogy nem akarom önöket ezzel untatni, bár lehet, hogy az értünk összekülözött, hogy untassam önöket, hogy ugye két keze van az embernek jó esetben, ha nem a lövészgyárban dolgozik. Egyik édes kollégám forgattak a nem tudom, játék, vagy nem tudom, ilyen lövész gyárba, és egy ilyen lőmester jött, és kérdezte Csákén Laci, hogy nem veszélyes dolog, az ugyan művész, hogy nem. Szóval a lényeg, úgyhogy tehát két keze van az embernek, és akkor én hallgattam a rádiókabarit, akkor volt közszolgálati rádió,
de hát akkor még a rádiónak hívták, de mindegy, és abban szombatesteként volt rádiókabaré. Hát én ott hallottam a Rátonyi Robertet, a Kabos Lászlót, a Kazal Lászlót, a Kellér Dezsőt, a Stúdió 11 zenekart, és akkor ezt, én úgy emlékeztem, hogy emlékszem azokra a szövegekre, és azt én előadtam. És akkor, ha már mind a két kezemben volt, amit magam vartam bábú, akkor az egyik ugye elkezdett hasonlítani a Kellér Dezsőre, a másikban a Kalasztázra. És akkor két hang már nekem megvolt, és akkor mondom, ez most már unalmas ez a két hang, akkor ez most le, és akkor így jött nekem ez valahogy, de én ezt nem tanultam, meg nem foglalkoztam én ezzel, aki jött, jött, tehát hallomásból szedtem én ezeket össze. És aztán milyen az élet, hogy amikor jött a Kimi Tud, ennek aztán haszna lett ennek a dolognak. Még mielőtt a Kimi Tudról beszélnénk, ugye volt közben egy gimnázium, ami nem véletlen igen. volt Madách gimnázium, igen. mert hogy nem csak a színészeket szerette, a színházakat is. Igen, igen. Konkrétan a Madách színházat. Hát, amitán ott laktunk a Madách színház mögött három keresztutcával, nekem a Madách színház volt, és anyukámnak volt egy barátnője, aki a Madách kamarában volt jegyszedőnő, vagy ruhatáros, mert nem emlékszem rá, és ő tudott nekünk hozni jegyet, tehát úgyhogy nem kellett megvenni, hanem ingyen lehetett venni, tehát a Madásba jártunk. Szerencsére nem az operában, mert akkor most balettáncos lennék, egy kiöregedett szubretva az operetbe, de a Madásba jártunk, és nekem az volt, hogy azon a színpadon, ahol azok a csodaszínészek vannak, a Pécsi Sándorok, a Tolnai Klárik, a Mensáros, a Tímár József, hogy én ott fogok egyszer állni majd. És azt hittem, hogy ez egy ugródeszka lesz. Tehát a Dob utcai általános iskolából bekerültem a Madách gimnáziumba. Annyira hülye voltam, ezt hittem, hogy automatikusan azt mondják majd, hogy hát akkor megy a Madách színházba. Hogy közben van 4 év főiskola, ez még nem volt, nem tudatosodott bennem, meg hogy a gimnáziumban kéne tanulnom is. Tehát én nagyon nem szerettem gimnáziumba járni. Abba a csoda gimnáziumba, ahol a világban bárhol megfordultam, azt mondtam, hogy Madách színház, mindenki el, Madách gimnázium, mindenki elájult, hogy az egy csoda iskola volt, és tényleg az volt, de én úgy éreztem, felesleges 4 évet dobok ki a borzasztó hasznos életemből, hiszen már rég híres színésznek kéne lennem, és ittem a fizika, meg nem tudom, ilyes kémiával foglalkozom. De annyira nem is foglalkoztam, hogy meg is buktam belőle, de aztán valahogy elvégeztem én. És akkor jelentkezett a főiskolára, de ott nem volt annyira egyszerű a tovább. Nem, hát én azt hittem, miután erre készültem, már tudniuk kellett volna, hogy én erre készültem gyerekkoromban. Hogy én báboztam, vagy autóramban gyűjtöttem. Ezt nem méltányolták nagyon, de egy hölgyem énnél voltam, ma már szerintem senki nem ismeri a nevét, Simon Zsuzsának hívták. A 30-as, 40-es években nagyon, hát nem nagyon híres színésznő nem volt, de színésznő volt, aztán nagyon pártember lett, és ilyen pártelvtársnő lett. A Jókai Színháznak volt az igazgatója. A csodálatos, fantasztikus Mányai Lajosnak van ez a név, mond valamit, neki volt a felesége. És ő felvételiztetett, mert a főiskolán úgy van a felvételi, ha önök közül most valaki hirtelen jelentkezne, itt a jelenlegi főiskolán csodákat lehet most tanulni. Tehát, hogy az én időmben még úgy volt azon a főiskolán, hogy egy volt, tehát 3 felvételi volt, egy felvételiztetett az elsőn, 4-5-en a másodikon, a harmadikon pedig azt hiszem 17-en tudjanak szavazni, és akkor még közte volt ilyen lutta vizsgálat, meg mindenféle. És az elsőn voltam ennél a nőnél, bemondtam a címet, Petőfi Sándor, és már kirúgott. És akkor jött a nagy pofára esés nekem, hogy akkor most hogyan tovább. De hát akkor annyira színész akartam lenni, hogy közöltem anyámékkal, hogy akkor irány vidék, és akkor vándorszínész leszek, vagy akkor hallottam, ilyet meg olvastam, és azt mondták, hogy lehet csak hát azért valamiből élnem kellene, elmehetek én vidékre színésznek, csak már nem kéne hazajönnöm utána. És akkor hát nagyon okos agyammal mérlegeltem, és aztán akkor egy barátom dolgozott a Révai nyomdában, mint kemigrafos fényképész, nem akarom műteni, elvitt oda, láttam emberek ülnek fehér köpenyben. A kemigrafus fényképészet, ha valakit érdekel, de nem érdekel senki, csak elmondom, hogy ne maradjon önökbe, hogy mennek haza. Anyukám, mit mondott? Hogy az olyan, hogy régen, amikor még nem így ment a újságnyomtatás, meg sokfajta újság volt, akkor az ilyen pontokból álltak össze, úgynevezett moári pontokból. Tehát a nyomdai fényképészet volt, tehát nem amit a hölgy csinál, ilyen ragyogó képeket, de amellett én azt is csináltam. De mindegy, és akkor nem hittek el a katonának, nekem ez volt a fő célom, mert akkor úgy volt, hogy 2 évet lehetett érettségi után mentesítést kapni, plusz 1 év gyakorlatot, ezben 3 évet nyertem vele. Második évben elmentem, ugyanez a nőhöz kerültem be, ugyanúgy kirúgott, ugyanúgy kívántam a halálat, de ha megírnám, ha lennének üres óráim,
rengeteg fajtáját találtam ki. Simon Zsuzsa 100 halála címe, lehet egy ilyet írnom. De lényeg az, hogy nem vettek föl, és amikor megint kirúgtak, akkor jött egy ilyen kiírás, hogy elvtársaknak, még egy pár rendszerbe így hívták az embereket, hogy elvtársak, jelentkezzetek, fiatalok, ki mit tud, nem tudom én. És akkor volt, hogy operaénekes, nem tudom, egyéb kategória volt, de hát ez engem nem érdekelt, versmondás. Én akkor szavaltam meg, minden amatőr színház együttesben benne voltam, Pince Színház, egyetemi, ahol meg lehetett fordulni. Lényeg az, hogy elmentem, és akkor ott egy elvtársnő azt mondta, hogy annyi szavaló van, Gál, vagy elvtárs, nem tud valami mást. Hát mondom, de elmondom ugyanazt a verset színész hangokon. Ez ott jött be nekem, és akkor ez így is történt, Arany János Velszibárdok című versét elmondtam, különböző színész, 6 vagy 8 színész hangján, és akkor ettől elájultak. Nem tudtam, hogy ez egy csodálatos dolog, hiszen annak idején a Csengér utcában, amikor báboztam, hát ez nekem így jött, és akkor ez volt a kimét tud, amit aztán megnyertem. Ezt egyébként meg lehet nézni még ma is a YouTube csatornán, hiszen felelhető. Ott látjuk azt, hogy például neves nagy színészeknek, akik a zsűriben ültek, nagyon tetszett ez a produkció. Major Tamás meg is kérdezte például azt, hogy miért nem jelentkezett még a főiskolára. Igen. Mondtam, hogy most rúgtak ki, azt mondtam, mindent értek. Csak hogy azért érdekes, ha megnézik a YouTube-on például a 68-as kimitőt, de most van egy összeállítás, amivel nem rólam van szó, a 62-es, amikor a Kern Konzsra, hogy a zsűriben kik ültek. Én valamelyik nap, nem tudom, a kezem begörcsölt, vagy valami, és rákapcsoltam egyik keresztény csatornára, én ennyi senkiházit, már akik a zsűriben ülnek, és aztán jön a többi senkiházi hozzájuk, hogy hogy hova süllyedtünk, ez ami egészen elképesztő. Várkonyi Zoltán, Major Tamás, olyan Súlyok Mária, ők ültek a zsűriben, és nem róluk szólt, tehát nem arról szólt, hogy Majka, Ózdi. Jó helyen vagyunk. Tudtam. Készültem, meg kell mondanom, most egy zárójel lesz. Én a nejem, nem a nejem, a lányom. Igen, a lányom. Tehát csak elgondolkodtam, hogy melyik. A lányomnak volt egy újságíró korszak, és a Majkával is csinált többek között riportot. Én a Majkával jó voltam vagyok. Annyira, hogy volt egy műsor, amiben benne volt, aztán kiszállt belőle, és volt rajta, amikor megjött egy, én ekkora, hát ekkora óra, tehát mint ez. És mondom, hogy az Isten, mert ez ekkora óra, nem, ez szakad le a karod, de tetszik? Mondom, hát így nem, elsőre nem, de jó. Tessék. Más jövő héten megint jött, azt mondom, milyen? Mondom, apám, nem jár. Azért adtad ide, mert nem jár. Nem. Következő héten jött, és hozott egy másik órát. Na, ennyit Majkáról bezártam. Szóval, de nem a Majkáról van szó, hogy olyan emberek ültek, hogy az ember elájult akkor, hogy ezek az emberek nem akarták, hogy róluk szóljon, hanem rólunk szólt. Ott álltunk érettségi öltönyben, a lányok rakott szoknyában. Nem sírok én vissza semmit, csak rólunk versenyzőkről szólt. Nem volt stylist, meg öreganyám kínja, mi most lettem. És hát ez nagy népszerűséget is hozott már, tehát függetlenül a főiskolától rengeteg feladatot is jelentett ezután, a gondolok itt a Haknikra, kabaré jelenetekre. Hát ezért nem így történt a dolog, meg kell mondanom, és most nagyképpen hangzott, amit mondtam, hogy nézték. Nézték, hiszen más nem tudtak nézni. Hát hiszen egy televízió volt, és amit én most megemlítettem, hogy a egyikben ül négy senki, a másikban hat senki ül, és akkor van a állatszos énekes, aki bejön, leveszi az állatszát, és nincs alatta senki. Szóval, hogy... De például azért nagyon nehéz paródiát csinálni, mert ahogy most beszéltem mondjuk a Keresd meg anyádat című híres vetélkedőről, de lehet, hogy nem is azt nézték, hanem a másikat nézték. Tehát egy csatorna volt, azt kellett nézni, és nézték az emberek valóban. De amikor ugye ez a Major Tamást említette, megkérdezte, hogy miért nem megyek, és mondom, most jöttem, és akkor mondta, próbálja meg, a szinetár mondta, hogy menjek, és a következő évben szeptembertől fölvettek, de egy év, és akkor egy évet valóban hakniztam. Én szerintem, ha Ózdon volt, van még működő kocsma, én itt is, én mindenütt fölléptem, és amikor jöttünk le a Vejemmel Péterrel, aki a könyvnek a társzerzője különben a hivatásos rajongónak, hogy az ember rossz autóval, rossz utakon, hogy és mindenütt volt műsor, nem zárták be a kultúrházakat. Szóval, hogy annyi jön a más világból.
De ez a népszerűség nem csak előnyt jelentett, hanem hátrányt is majd. Ugye a főiskolán? Annyiban jót tett nekem, hogy én valóban valami népszerű voltam, aki mit tudott ám. És a főiskolán volt, hogy 4 évig nem lehetett nekünk sehol föllépni, pontosan a 3. évtől lehetett statisztálni. És ez, az emberek felejtenek nagyon gyorsan, tehát vége lett a ki mit tudnak, 1 év, adtak állva, hogy ájultak el, aztán ott a izé a szőke srác fütyült, vagy trombitált, vagy, tehát már lement, nem, rámondták, tehát már elfelejtették, hogy Gálvölgyi paródista, és elmúlt. És akkor jött a főiskola, aztán az végképp elmúlt, hogy ki vagyok meg. Például a főiskolán az volt, hogy a Erzséke című presszó a főiskola mellett volt, nem emellett a főiskola mellett, és akkor még nem kell. Na mindegy. És akkor oda lement az ember, Sáfár Anikó, nem tudom ezen én mondani önöknek valamit, akinek akkor jelent meg egy filmje, a Harlekin szerelmese című film, a Bújtorral, és akkor leültünk a főiskolás osztálytársaimmal 8-10, és akkor azt mondta a felszolgálni, művésznő, ma gyerekek, maradjatok már csöndben, művésznő, mit hozhatok? Hát képzel, úgy utáltak az osztálytársaink minket, de minket még tudták, hogy kik vagyunk. Még egy kicsit visszatérve a Ki mit tudra, ugye ez arra is jó volt, hogy azok a színészek, akiktől korábban autogramot szerzett, azok is megismerték már a Ki mit tud után. Igen. Van például egy történet Márkus Lászlóval, aki egy bulit is rendezett, igen, most így mondanánk, igen, ilyen szóval, hogy bulit is rendezett önnek. Hát számomra, ami felfoghatatlan, illetve ma már engedjék meg egy picit nagyképpen legyek, hogy engem nagyon gyorsan befogadtak. Tehát én soha nem felejtem el, hogy álltam akkor a Thália színházba jöttem ki, tehát főiskolás voltam, és a trolibusz megállóban állt a Feleki Kamil. És mentem hozzá, és már elmúlt akkor a Ki mit tudos nagy népszerűségem, és mondtam, hogy jó estét, művész úr, egy szervusz, és akkor tegezzél, és akkor a Feleki Kamil tegeztem, a Tordi Marit. A Márkus Lászlót pedig, aki nem utánzott senki, azóta se, én olyan színész akartam lenni, mint a Márkus. Valóban akkor rendezett nekem egy házi bulit, ahol ott volt a Besenyeitől kezdve nagyon sokan, és hát akkor meg kellett állnom az ajtó félfa között, és elő kellett adni a művészetemet, és azt, hogy őt utánzom. És aztán a Márkus, ez egy nagyon hosszú ideig tartó, nagyon-nagyon hullámzó kapcsolat volt, ami aztán az ő halálával ért véget, mert ha nem így történt, hanem nem ülnék itt. Tehát 85 szilveszteren ott a kezem között halt meg, és akkor a paródia is számomra olyanná vált, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor többet nem, színész paródiát nem. Meg nincs is kit meg. És Latinovicsal is volt egy ilyen találkozó, aki mit tudott, igen, követően. Igen. Én nagyon sokakat találkoztam akkor, és tulajdonképpen 2 ember volt, akivel nem találkoztam. Ez Ajtai Andor volt, hanem ezzel én mond még önöknek valamit, aki üzent nekem, mert volt valami tanárnőm, akinek a nagynének, a nagybácsának, a húgának, a férjének, a lányának volt a nagybátyja, Ajtai Andor, és azt mondta, hogy szétrúgja a senkét. Ennyi volt, de tulajdonképpen mindenki pozitív volt. És aztán hát Horváth Ferenc, akinek sajnos a neve nem mond már semmit, szavaló művész volt, a Madárszínháznak egy évig volt igazgatója mellesleg, édes, nagyon jó ember volt, és én utánoztam őt, hát Horváth Ferencet azért már nem nagy, és akkor ő, a Ki mit tud után volt, hanem ünnepség a Zeneakadémián. Kiment, megállt, olyan furcsa leállása volt, azt mondta, Petőfi Sándor, és fölrobbant a Zeneakadémia, úgy röhögtek, meghajolt, lejött, fölhívott utána, hogy hát köszönjük szépen nekem, és nem haragudott. Szóval ezek nekem olyan nagy dolgok voltak. És a főiskolán egyébként jól éreztem magát? Nem. Az a főiskola, amiért szenvedtem, senyvedtem, és nagyon-nagyon akartam. Egyrészt azért nem éreztem jól magam, mert képzeljél, volt egy Fischer Sándor nevű beszédtanár. Régebben, most, amikor minden pötet-pötet-fotha beszél a rádiótól kezdve mindenütt, akkor a rádióban volt mikrofonengedély, tehát nem lehetett oda menni és ugatni a éterbe bele, és volt egy Fischer Sándor nevű tanár, aki a főiskola beszédtanára is volt, és nekünk volt külön felvételünk is. Tehát beszédfelvételi, hogy az embernek nincsen nagy... Nekem például a Latinovics Zoltánt azért tudtam jól utánozni, mert én nem azt mondtam, pedig pesti gyerek vagyok, nem azt mondtam, hogy álom, azt mondtam álom. Magyarán mondva, hátul volt az A hangzom, tehát álom volt, és ezt előre kellett hozni. Na mindegy, Fischer Sándor, amikor felvételiztem, akkor leült, azt mondta, János, láttam magát a televízióban, aki mit tudom, maga azt hiszem, hogy tud utánozni. Mondom, igen. Na ezt hallgassa meg, én kit utánzok. És elkezdett utánozni, szakadt a vízről, mondom, hát ha nem találom, mert nagyon rosszul utánzott, mondom,
engem föl se vesznek, de fölvettek. Úgyhogy, na most a főiskolán meg azt nézték 4 éven keresztül, hogy van-e nekem saját hangom, hogy én kit utánzok. És én hiába mondtam egy időben azt, hogy ha nekem nem lenne saját gálvölgyi hangom, hanem valamilyen olyan jellegzete hang, akkor nem tudnék utánozni, mert ez a hang, ez rányomja minden hangra. És volt egy csodálatos beszéltanár, Montág Imre, akivel csináltunk mi a rádióban egy sorozatot, hogy miért beszélnek az emberek így, hogy én beszélek. Én beszélek, hátra van téve, van a pártitkárátársak, elmegy a november 7-et, ma már nem úgy hívják, jön a főispán, vagy mit, tehát, hogy... Hát, Isten, hát... Hát egy pártitkár volt a faluban, most főispán. Ezt majd megkérdezem. Úgyhogy, tehát... Hogy ki honnan beszél, ezt mi tanultuk a főiskolán, de mondom, engem ezzel nyúztak, hogy akkor van a saját hangom, nem, kit utánzok, és akkor ez nem volt egy nagy boldogság, de arra jó volt a főiskola, hogy kinyitotta a szemünket olyan dologra, művészettörténet, amit hát a Csengér utcában nem nagyon tanultam. Ez 36 színész hang volt, ha jól emlékszem. Igen. És ez tulajdonképpen úgy ment, hogy egyik pillanatról a másikra tud váltani, meg is jelenik a színész maga előtt? Vagy hogy? Hogy kell ezt elképzelni? Na, most ez egy kurzus lesz. Ezt majd kérem a tévéfelvételről hagyják ki, mert akkor mindenki tudni fogja. Ez úgy megy nálam, hogy ezt én elmondtam, de hát nem... Vegyünk egy olyan színészt, akit mindenki ismer, még önök közül, vagy tudom én, a Latinovics Zoltán, vagy megvan még? Én kimondom azt, hogy Latinovics Zoltán, már megjelent nekem a Latinovics Zoltán képe egy premier plánban, és én már látom a Latinovicsnak a száját, és nekem csak azt a szájat kell ide lemásolnom. Ez a Latinovics Zoltán. Azt mondom, Kibédi Ervin. Meglátszom a Kibédi Ervin fejét, és már szól. Azt mondom, hogy megjelentem, akkor itt ülök, és azt mondom, láttam délután egy filmemet, nagyon fantasztikus. Teljesen a hatásomban lekerültem. Úgyhogy, de hát annyira, hogy a Szirán hormonológiát mondtam én, az sajnos nincs meg a televízióban, mert ami, ki mit tudom, megvan az a döntő. A Szirán hormonológia volt a középdöntőm, ahol 17 hangot váltottam, nem hiszem, hogy ismerik, de hát gondolom sokan ismerik az hormonológiát. Ugye azt mondja, mondhatom a szebben kislovag, más-más hangnemből így hallja csak, kihívom. És 2 soronként vált Rosztán. És én 2 soronként, a Latinovics voltak, mondhatta volna a szebben, és 2 soronként 16 színész jött a Latinovics mellé. És hát ettől ott elájultak. És most nem szerénykedek, de én azért nem hajultam, mert az olyan volt számomra, hogy ezek, hát maga tud járni. Hát így jártam a lábammal. Most, szóval, hogy ez nekem nem okozott problémát. Én ezt nem mondtam akkor, csak tudják, hogy ez nagyon nehéz, meg mindenféle. Úgyhogy, de ezt utánozni nem lehet, vagy ez vagy egy belső fül kell hozzá, vagy van, vagy nincs. Meg akkor ezt el sem lehet felejteni ezek szerint. Én gondolom, hogy nem, a borzasztó az, és ebben most nem akarok belemenni, mert ez a bizonyos könyv is erről szól, és miután megjelent, és nagyon sokan reagáltak is rá, pozitív van, de volt, aki azt mondta, hogy de kit életem, hagyd már a bánatba, a latinamicsok, kit érdekelnek már ezeket? Miért ne lehetne valaki jó színész, hogy nem tudja, ki volt a Jászai Mari vagy a Blaha Lujza? Lehet. Én úgy érzem, csak szegényebb. Tehát nem tudom, hogy kell-e ismerni őket. Én úgy érzem, hogy ezáltal én gazdagabb vagyok. Volt olyan is, mikor például egy filmet úgy tudott utószinkronizálni, hogy a színész már nem élt. Igen, amikor... ez a Pécsi Sándor Szerelem jutányos Áron című filmje volt, ami azért volt döbbenetes számomra, mert a Pécsi, nem tudom, hát csak el kell mondanom őknek olyanokat, hiszen kevesen vannak itt a szakmából, hogy a film általában van úgynevezett hasznos hang, amikor most mi ketten beszélgetünk, és csöndben vannak önök, tehát ez egy hasznos hang lesz, majd, de hogyha most önök zajonganának és nem figyelnek ide, tehát, de mert így lenne megrendezve a dolog, akkor föl kéne minket, utolszinkronizálni kéne minket, és önöket pedig háttérbe tenni azt a hangot. És akkor be kéne menni kettőnknek a stúdióra. Na most a Pécsi Sándornak rengeteg olyan fel, nem rengeteg, a fél film maradt úgy, hogy nem volt meg a hasznos hang, csörömpölés volt, nem tudom mi, tehát ő magát szinkronizálta volna, ami legnehezebb különben, de meghalt. És az nagyon nehéz dolog volt, mert nekem akkor rektori engedéllyel, mert nem lehetett szerepelni, Nádasdy Kálmán engedélyével meg kellett csinálnom síró kolléganők között, akik még egy hete
együtt forgattak ezzel a csodálatos Pécsi Sándorral, aki nem töltötte be az 50. évét, úgy halt meg, és hát annyi film maradt utána, a Szentpéter esernyőjétől kezdve, nem fogom most felsorolni, és neki az élete ennyi volt, és abban az 50 évben minden belefért. Van, aki 100 évig, és abban sincs semmi, úgyhogy nem. Visszatérve a főiskolához, mikor megkapta a diplomáját, akkor a Madácsba ment volna, igen, de ez nem sikerült. Hát de majd nem sikerült. Én a Kazimír Károlyt ismertem már előtte, ő volt akkor, most megint mondok neveket, a Tália Színház igazgatója, és amikor még én a főiskola és a Kimitut között volt egy Tália kabaré, amiben engem meghívtak, és akkor a Kazimír Károlyról megismerkedtem, és akkor, amikor fölvettek, akkor a Kazimír Károly és a Vámos László, aki a Madács Színház igazgatója volt, főrendezője, indított osztályt. Állítólag a Vámos engem akart, de a Kazimír azt mondta, hogy ő már engem ismer, tehát kerüljek hozzá. Így kerültem a Tália Színházba, és ott voltam 25 évig, és aztán 20, most már lassan 30. éve lennék a Madásban, ahol ott lennék. Úgyhogy, és aztán 25 évet vártam, amíg átkerültem én a Madásba. A Táliába akadtak azért olyan feladatok, amire szívesen emlékszik? Hát az első 4 évben nem nagyon, és akkor visszatérek arra, hogy milyen karakán kemény gyerek voltam. Én ugye gyerekkoromban, aki még ébren van, csak azoknak mondom, úgy indult a beszélgetés, hogy én híres ember akartam lenni. De nem indult be ez a hírességem a Tália Színházban, nem indult be az Istennek se. És akkor azt mondtam, 4. év, hogy én még 1 évet adok magamnak. Ha nem lesz belőlem Gálvölgyi, ez hozzájárult még egy anekdóta sajátom, megszületett az első lányom, és a nővér vette fel az adatokat, és kérdezte apja neve, Gálvölgyi János, mondta a feleségem, foglalkozása, színművész, azt mondta a nővér, ezen a néven. Na most, hát először pipa voltam a nővére, de hát nem szegényként, de rájöttem, hogy valami igazság van a nővérnek, de artistáknál szokott lenni, hogy Kovács Jánosnak hívják őt különben, de 3 troparin néven lép föl valahol. És akkor azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy nekem lesz még egy lányom, mert lesz lett is, hála Istennek, hogy ne tudják, hogy ki az apja. És akkor 4. év közepe felé jött nekem egy beugrásom, és akkor egy abszolút nagy főszerepbe 5 nap alatt, és akkor én ugrottam egyet. Tehát olyan értelemben ugrottam, hogy a színházban vannak epizód szerepe, nem tudom, mi. És akkor ez még, amikor még volt színházi társulat, még jobban megvolt, hogy ki a vezető színész, ki áll. És akkor én ebből a, azt mondta Kazimír Károly nekem, tehát úgy be voltam tojva, hogy azt hittem belepusztulok beugrás előtt, azt mondta, apuskám maga eddig 10-es volt, holnaptól kezdve tábornok lesz. Ez egy nagyon nagy váltás, nem voltam katona, gyűlölök minden egyenruhát látni is, elnézést kérek a portásoktól, de hogy azért ez egy nagyon nagy váltás, hogy valaki. És aztán később kellett rájönnöm, de eltelt 20-valahány év, hogy ezt kezelni kell, tehát nekem nem kell elhitetnem, mert ez egy olyan szakma, amit pontosan tudjuk egymásról. Tehát én itt ülök, nagyképűsködök önök előtt, ön előtt játszom az eszemben, a színészek, de a legutolsó statiszta is tudja a színházban, hogy én ki vagyok. Hogy én tábornok vagyok, őrnagy vagyok, 10-es vagyok. Tehát, és ezt meg el kell tudni viselni. És úgy kell viselkedni néha, hogy bizony Géza, én tábornok vagyok, te meg nem. Gondolom, aki nem tábornok, az irigy is a tábornokra. Ó, hát ebben a szakmában gondolom nincs még egy szakma a világon, ahol lennének irigy emberek. Hát ebben csak irigy emberek vannak. Hát gondoljon bele, hogy hány ember, és most véleértésnek, attól, hogy valakit ismernek, ez nem a tehetség foka. Tehát én nem azért ülök itt, mert ebben a elmúlt 50 évben én olyan baromi tehetséges vagyok, hogy még vannak rajtam kívül, azt hiszem én vagyok meg a tükör. Tehát, mert szerencsém volt. Biztos, hogy ennyi protekció nem lehetett, hogy én még itt ülök. De a tehetség az egy adottság, hogy ez van vagy. Tehát, hogy kit ismernek, de ez megint olyan dolog, hogy az ember hazulról hozza, nem akarom Hoffi Gézát itt idézni, bár mindig szoktam őt idézni, hogy ez a tehetséget nem lehet kinevezni. Mostanában látok egy ilyen tendenciát, hogy kineveznek tehetséget, nem jön össze, tehát ez olyan, mint hogy ha valakire azt mondja, itt van neked egy púp, hát vagy púpos, vagy nem. De azt cipelni kell, a tehetség az vagy van, Hoffi Géza azt mondta, hogy azon a bizonyos éjszakán, amikor anyu meg apu összedőltek, az ott eldőlt már, hát aztán, tehát, hogy, szóval ezt lehet az ember
kitüntetéseket kapni, színházat, minden, Péti, vegyi, mindent lehet kapni, tehetséget nem. Ezt még nem tudták kitalálni, pedig dolgoznak rajta. Kazimír Károlyra visszatérve mondott valami olyat is, hogy csinálja meg magát máshol. Ezt ugye mondta, amikor a televízióban... Igen, azt mondta, hogy ha megcsinálom magam, és ez egy nagyon okos dolog volt, kár, hogy nem kár, hát nagyon sok kollégámnak mondta, akinek ez nem sikerült, és én most megint nem eszek álszerény. Én az volt az én mázim, hogy olyan műfajban működtem én közben, ami népszerű volt. Ha én annak idején játszom a, nem tudom én, a Hamletteket Szatymazon, hát a kutya nem ismerne. A műfaj volt nagyon népszerű, az emberek ki akartak kapcsolódni valami elmebeteg módon, szórakozni akartak, jól akarták érezni magukat, és azt nézték a televízióban. És abban engem láttak. Kazimír Károly azt mondta, csináljam magam színházon kívül meg, és akkor ő majd engem használni fog. Én ma is tudom nagyon jól, hogy játszom öt színházban, hogy hát sokkal több, de hárommal több jegyet megvesznek, azt mondják, megnézze magát. Na most aztán, hogy ha bejön egy ilyen, hogy Soltonyi Frigyes, bocsánat, hogy, és akkor azt megnézzük a Soltonyi, állok a közérben, azt mondja, mellettem egy apuka, Pistike, köszönj a Soltonyi bácsinak. Néztem, hogy ki a rosszabb az a Soltonyi bácsi, de kiderült, hogy én vagyok az. Na most ez egy ajándék az élettől, ha egy ilyen még bejön, de ezt egy nagyon kedves barátom, Varnus Szavér mondta, hogy Liszt Ferenc korában, és akkor most nem kérdezem, akkor tudják, ki volt Liszt Ferenc, Liszt Ferenc korában volt legalább 100 olyan tehetséges zongorista, mint Liszt Ferenc. Csak a Liszt Ferencnek volt még valami plusz benne. Rajtam kívül azt hiszem törzskönyv, már most már mindenki színész, pláne nézem a televízióban a sorozatokat, de van olyan sorozat, magam is benne volt, kérdeztem, forgattam, mondom, ön szintén színész, csak nem azért, hogy... De hát nem is ez a baj, de azért vannak dolgok, amik nem mindenkinek jönnek össze. Ha már az ajándékoknál tartunk, akkor a Táliában volt egy ajándék, Rátonyi Róbertre gondolok, igen. Akinek sokat köszönhet, és akitől sokat tanult. Mindent, igen. Mit? Hát én például Rátonyi Bart megtartott engem, még a kamaravarétémben ismerkedtem meg vele, hogy kell meghajolni, és amikor itt a kedves hölgy, aki előttem szólt, nem láttam őt, mert csak hallottam, és mondta, hogy önök legyenek kedvesek, tapsoljanak, és úgy tapsoltak, hogy valami őrület. Aztán nekem is tapsoltak. És a végén is úgy fognak tapsolni, hát... De hogy én a Rátonyitól, én nem tudtam meghajolni. Tehát én a Kamara Varietében, akkor most beszélek arról a híres Gálvegyiről 68-69-ben, nekem nagyon nagy sikerem volt a magánszámommal, nagyon tapsolni akart a néző, meghajoltam és kiszaladtam. És a Rátonyi Róbert, akit én hát tudtam, hogy a Rátonyi Róbert, a Csárdáskeréből, a Bóni, meg minden, kínált és azt mondta, nem tudsz meghajolni. Hát mondtam, nem, így csináltam. És akkor Rátonyi tanított meg engem, hogy kell meghajolni. Mert önök, ha eljönnek színházba, azt hiszik, hogy tudják, hogy mikor tapsolnak, meg mennyit tapsolnak. Azt egy okos színész, az pontosan azt úgy tudja, mint a hegedű művész, hogy mennyit tapsoljanak. Volt egy csodálatos színész, Ráda Imre, nem tudom, ez a névmondanőknek valami. Játszott nálunk a Táliában egyszer vendégként az Erzsébet város című darabban, és akkor a Tália színház, ami most a, hát most is Tália, vagy nem új színház most, lényeg az, hogy ez egy háromszintes, gyönyörű ékszerdoboz volt. De akkor nézőkkel, most már nincsenek nézők, csak színházban. Tehát ez egy ilyen ékszerdoboz volt, és a Rádai játszotta a főszerepet. És a végén a Rádai Imre az úgy hajolt meg, és ez fantasztikus volt, mert nekünk ezt nem is engedték volna, hogy ő egyenként elköszönt. Tehát ő fölállt, vagy állt, és akkor, amikor mindenki, ugye a vezető színész, a főszereplő az jön utoljára, hogy ő már úgy jött előre, hogy lehet, hogy meg is fog halni. Tehát, hogy már ugye elmondott három felvonást, hogy lehet, hogy itt a vége, de talán még nem. És akkor hát ettől már elkezdtek nagyon tapsolni, egy pici, ha volt könycsepp az aranyatért, és akkor meglátta, hogy három emeletes a színház. Végig járta a pályokat. Csak azt mondta, itt is egy emelet. És közben szólt a taps. Végment a másodikon, lejött az elsőre, és akkor érte a meglepetés, hogy ülnek a földszinten. És akkor még az volt a szép, ezt is be lehet tenni, hogy az ember... Hogy megismer valakit, hogy te is eljöttél. És ezzel a Rádai...
ezzel negyed órát el tudok matatni. De ez egy olyan dolog, játszom Pintér Bélánál, nekem nagy álmaim álma volt, és ott például a Pintér Bélánál irgalmatlan siker van, embertelen nagy siker van, és ott a Bélánál az a szokás, hogy megfogjuk egymás kezét, 6-an, 8-an hány vagyunk, és közös meghajlás. Tehát rádaizmus nincs, de annak idején még volt. Ez a rádaizmus azt is jelenti, hogy elájul tulajdonképpen magától, és a szerepet nem, sem tudja? Nem. A Págerrel, amit mondtam, az valóban megtörtént. A Víg Színházban volt a Páger, volt egy fotel, és a Páger Antal már 4 óra, 4:30 abban a fotelban ült, ha este játszott, és egyik nap mentek be fiatal kollégák, Csokon Téni bácsi ült és sírt. És az ember, Téni bácsi, valami baj van, vagy rosszul van? És akkor mondta ezt, hogy délután láttam egy filmemet, teljesen a hatásomban lekerült. Úgyhogy csodálatos. Páger Antal, volt a Veszprémi TV Fesztivál, és akkor reggel 6-kor ott volt egy ilyen lift, és ott kellett bemenni reggelizni. És a Téninek reggel 6-kor leraktak egy fotelt, és ott ült. És aki lejött reggel, ez mindenkinek köszönni kellett neki. Szerusz, ráérek jövő héten, ha kell valami, és akkor már forgatott. Hát a legszebb volt ugye, bár ez most már lehet, hogy előjön meg, hogy amikor a Szálasival kezet fogott, akkor kérdeztük tőle, hogy Téni bácsi, és mit, mert hogy nem maradt hangfelvétel, és azt mondta, nem tudjátok, mit mondtam neki? Hát, el tudjuk képzelni. Hogy sikerült a Madácsba kerülni? Hát úgy sikerült, hogy vége lett a Tália Színháznak, jött a Svajda György, a Művész Színház, ahol engem nem is rúgtak volna ki Törőcsik Marival, és akkor már ugye a Törőcsik volt az igazgató, és akkor a Kazimír azt mondta, hogy akkor most át kéne menned a Madácsba, és akkor leültem a Törőcsikkel tárgyalni, és akkor mondtam, hogy Mariska, nyugodjon meg, én átmegyek szeptembertől. Kerény Imre volt az igazgató, nem az a Kerény, akire most emlékszünk meg, aki az Alkotmányasztalát megrendezte. Esküszöm, amikor bemondták az Alkotmányasztalát, azt mondta a nejemnek, mondom, én rohadjak meg, hogy ezt a Kerényi találtak, és tényleg ő találtak, hogy vigyázba kell állni a töltőtolnak mellette, meg minden. De Kerényi nagyon jó igazgató volt, kitűnő rendező volt, és akkor én átkerültem a Madách Színházba, és ez nekem egy fantasztikus dolog volt. Volt 2 megkísértésem előtte, de hozzá kell tennem, látja, beszéltünk el, hogy tábornak, meg nem vezető. Ott volt a Madásban a Márkus, a Körmendi és Halban Péter. Ez a 3 ember, a fiatal édes Gálvölgyit, azt a szőke gyereket, Kiskanállal reggelire megették volna. Ezek 3 egymást is dabálták reggeltől estig, már úgy értve, hogy szeretetben és gyűlöletben. Tehát, hogy akkor nem. És amikor én odaérkeztem, akkor sajnos egyikük sem volt ott, tehát az a 3 hely, az megüresedett, úgymond, és akkor már ott én voltam a Gálvölgyi. És volt olyan is, nem, hogy Kerényi azt mondta, hogy Gálvölgyinek is kell egy darab? Nem, hogy volt, minden évben úgy volt kiadva, hogy ez lesz bemutatva a jövő évadban, plusz egy darab Gálvölgyinek. Persze, hogy az a jó igazgató, aki bennem gondolkodik, és aki engem szeret, de hát azért 10-valahány év ment le úgy, hogy még ezzel a Szirtes nevű igazgatóval is, hogy reggel, hát a Tamással 19 darabot csináltunk, meg többek között, amivel itt is voltunk, nem most drágámot. És aztán jött ez a rózsaszín, nem tudom én, pamacs, vagy mi ez a bánatos musical, ami nagyon-nagyon jó, meg gondolom, nem láttam, mert nem érdekel, magas színvonalon játsszák. Én még megcsináltam a producereket, ami egy fantasztikus musical volt, és akkor ültünk a Halmandal, mert le voltunk kettőzve, hogy és azt mondtuk, hogy kevés ilyen szerep van, tehát a musical az a fiatalok műfaja. Tüdőben, lábban, mindenben. Ha már a producereket említi, azt most megcsinálták Miskolcon is, és én pont láttam önt és a kedves feleségét is, igen, amikor nézték ezt a nagyon-nagyon darabot. Tetszett, úgyhogy írtam is a gyerekeknek, nagyon-nagyon tetszett nekem a miskolci producerek. Ajánlom, nem tudom, hogy megye még, ugye a Béres Attila rendezte, nagyon-nagyon jó előadás volt, nagyon jó. Volt, amivel picit nem értettem, de annyira jó volt és annyira tetszett, hogy írtam nekik egy gratulációt, mint pesti producer, úgyhogy... Ha már Márkust és Körmendit említi, beszéljünk egy kicsit róluk is. Márkus László, ugye már említettük a Ki mit tud kapcsán is, meg említettük, hogy a kezei között halt meg tulajdonképpen sajnos. Ő tőle mit tanult? A jelenlétet tanultam meg, tehát a Márkus László úgy tudott menni az utcán, hogy ott ment a Márkus László. Én fiatal voltam, és akkor képzeljék el, most mondok egy nevet, Rózsa György.
A főiskolások voltunk, és akkor kivoltunk a Szovjetunióban, és a Rózsa Gyuri akkor kint tanult a nem tudom milyen szakon, mert ez csak ott volt. Ő volt a mi tolmácsunk, és a Rózsa Gyurinek volt egy fehér teddybear bundája. És nekem is lett egy ilyen fehér teddybear bundám, és akkor a Márkus láttam, hogy úgy megy az utcán, és akkor én volt, hogy fölvettem ezt a fehér teddybear bundámat, és lefölmászkáltam a Váci utcába. Ez volt az a korszak, amikor már azt hitték, hogy én vagyok a fütyművész, vagy a trombitás. De hát, és aztán volt, aki félre is értette ezt a teddyberes vonulásomat, de hogy lássák, hogy megyek. De az, hogy a színpadon ott kell nagyon lenni. Van, nem akarok szakmázni, mert ezt gondolom nem is érdekli önöket, hogy van úgynevezett három felvonás, a színésznek hívjuk azt, aki bemegy és három felvonáson keresztül, önök nem utálják, nem unják meg, hanem nézik őt, mert el... És van, aki bejön 5 percre, bejön 10 percre, és aki megy, nem hiányzik. Az a 10 perc fantasztikus volt, de nem hiányzik, ezt hívják epizódistának. A Márkus főszínész volt, tehát három felvonás, a Körmendi meg úgynevezett epizódista volt, aki 10 percet, de hát ebben a műfajban egy epizódista, a Bihar József, Maklári Zoltán, Rajz János, ha már említette az autogramgyűjtő füzetemet, Rajz János, nem tudom, emlékeznek-e még rá, egy nagyon édes, és mindig ilyen öregek, a dollárpapát játszott, de mindig ilyen szutykos öreg embereket játszott, civilben baromi elegáns volt, amit mondtam már, hogy farmer ma nem, mellényes öltöny, hófehér, nyakkendő, úgy volt megkötve, haja belőve, nem tudom én, pici fürge ember volt, táncos komikusként indult Szegeden, és mentem autogramért. És jött ki a Nemzeti Színházba a délutáni próba után, és nagyon gyorsan ment, és mentem utána, és nem mondom, mi vesz egy az sem, nem állt meg. Az Almási ténátörnöknek nem mond semmit, de úgy mondom, hogy tehát majdnem két izét keresztutcát már elhagytunk. Utolértem, hirtelen megfordult, mi vesz, hogy kérek szépen egy autogramot. Hogy hívnak? Gálvegy János, szarok rá, engem hogy hívnak? És akkor így adott nekem autogramot. Meg kell mondanom, hogy amikor volt ez a hullámvölgyem népszerűségből, én is megkérdeztem, jöttek autogramot kérni, mondom, tudja, hogy hívnak? Akkor volt egy Csortos Jenő, olyan neveket írtam alá, ha ilyen büdös bunkó, akkor nem is érdemli meg. Vannak ugye olyan színészek, akik ha felébrednek és a tükörbe néznek, már akkor színészek. Ilyen volt például Márkus László. Meg van olyan színész is, talán a legtöbb ilyen, aki mikor a Taps van, akkor ott befejezte a szerepet, és hát civil emberként megy haza? Én azt hiszem, hogy igen. Ez, a Tapsról beszéltünk már. Az én általam nagyon szeretett, imádott Bodrogi Gyulám, és ez most csak nagyon magunk között vagyunk, mondom, ő szokta mondani, egyszer mondta nekem, hogy járj el, hogy egy rendes színész, amikor a Tapsrendben meghajol, az egyik keze már otthon van, már kinyitotta a jégszekrényt, és mondja, bor legyen, vagy sör? Én abban nem hiszek, megmondom őszintén, ez egy szakma. A színészet, vannak megtanulható részei, és vannak megtanulhatatlan részei. Egyszer láttam egy televízió közvetítést, amikor még volt közszolgálati televízió, volt színházi közvetítés, és volt egy ilyen riport a művészekkel utána. Szóval Wisinger István volt a riporter, és mondta, hogy vége volt az előadásnak, nagy siker volt, és elnézést kérek, mert hogy várnunk kell egy kicsit, mert a művésznő az öltözőben van, hát nem tud még jönni, mert sír, annyira hatása alá került Lesprager Antal. És akkor azt mondtam, mi az, hogy a hatása alá került a művész? Hát ott döngöljön, hát ő miért sír? Mert látta magát? Ha látta volna magát, sírhatott volna. De az, a Darvas Iván, amikor játszott az Őrült naplóját, akkor mindig megkérdezték, hogy és mondja a művészről, és akkor még hazamegy utána, és akkor... Hát gondoljanak bele, hogy egy sebész van ön között, vagy Ózdon kohász volt még, gondolom. Akkor hazament, és akkor még rárakott a tűzre, vagy hát sebész hazamegy, azt mondja, hát én ma még levágok három lábat, rohadja. Normális esetben az embernek ott vége van, kész. És az más, de régebben volt becsülete a színésznek, tehát egy színész végigment az utcán, szóval azt sem tudják, hogy ki kicsoda, mert a fiatal kollégáim és annyi fiatal tehetséges kollégám van, azt se tudják, hogy ki. Ha már Körmendit említettem, nyilván sok mindenkiről beszélgethetnénk még, de akkor beszéljünk róla. Közös paródiákból is ismerjük önöket, például itt a látszerész, vagy mi volt annak? Optikus, igen. Ő milyen ember volt? Nehéz ember volt. A Körmendi volt, látja, hogy nekem egy olyan
tanulásom volt, hogy a rosszban is lehet tanulni, most nem a Körmendire mondom. Én a Körmendit, én a Hamletban, és csak elmondom zárójelben, a Hamletnak a végén mindenki meghalt, tehát ott mindenki párbajoznak, minden, de ott van egy párbaj segéd, úgy névják, hogy Osric, ő osztogatja, mert ott aztán van, aki bekap ilyen mérgezett golyót, a mama, meg nem tudom én mi, az egyik tör mérgezve van, a másik nem, de ez az Osric, ez osztja szét. És ez a Gábor Miklós féle nagy Hamlet volt. És megláttam ezt a Körmendi Jánost, ő volt a párbaj segéd, és olyanokat művelt, hogy azt láttam, hogy a halottak rázkodtak a röhögéstől. De akkor én nem sejtettem semmi rosszat. És akkor volt egy darab, a, nem tudom, veszem, egy Polgár András darab, ahol bejött a Körmendi. A Körmendinek híre volt a szakmában. Tehát azt mondták, hogy apuskám, amit a Körmendi tud, hát az aztán, az, na azt kéne megtanulnod. És akkor a Körmendi bejött egy darabban, ahol egy bírósági tárgyalás volt, és egy kolléga megkérdezte, hogy uram, kérem a személyigazolványát. De egy nagyon riadt kis ember volt, és addig stimmelt is minden. Volt nála egy aktatáska, de nagy aktatáska volt, és elkezdte kirámolni, kereste a személyét. Abban az aktatáskában minden volt, döglött veréptől kezdve, WC-pumpa, WC-papír, leszakadt, nem tudom, TV-antenna, minden volt. Negyed óránk sírtak a röhögéstől. A kollégákat úgy válogatták a bírósági tárgyalásról bennülőket, akik nagyon keményen tudták tartani őket, mert színpadon visszatartani a röhögést, az kegyetlen dolog. Így gyúl az nem. És akkor ez ment negyed órán keresztül, akkor visszapakolta, és azt mondta, elnézést, mit tetszett kérni? Szóval a személyigazó, ja bocsánat, tessék, itt van. És én sírtam arra, és akkor rájöttem arra, Isteni, amit csinált, semmi köze a darabhoz. Úgy verte szét az egész darabot, mert már nem emlékeztem, hogy előtte mi történt, és utána meg már csak az örökte, amit csinált. Tehát megtudtam azt magamban, el tudtam tolni azt, hogy mit nem szabad megcsinálni, és mit szabad. De a Körmendtől megtanultam azt mondta, hogy nem lehet, hogy csak bejössz a színpadra. Ott kell lenned. Ne írják rád azt, hogy jó volt Gál Völgyi. Írják azt, hogy felháborult, olyan rossz volt. De a felháborít, apuskám, az a szó a jó, hogy felháborítod. Szóval, hogy nem lehet megúszni ezt a pályát csak úgy, hogy az ember, hogy ellébecol a színpadon. Beszéljünk a tévés paródiákról, a Gál Völgyi showról, hiszen azt gondolom, hogy akik itt ülnek, ők is a legtöbbet ott látták ezekben a paródiákban. Ez a tévés karrier, ez hogyan indult el? Nyilván volt, aki mit tud, meg voltak a haknik és a különböző fellépések. Hát úgy, hogy nem volt, tehát volt, aki mit tud, aztán volt ilyen hallófiúk, hallólányok, nem tudom én mi. Akkor volt egy gyerekműsor, élő gyerekműsor, a Tizentúliak Társága, pedig volt egy elmebeteg szerkesztő, úgy hívták, hogy Rózsa György. Na mindegy, és akkor meg volt egy idős, na lényeg az, hogy, és akkor jött a 4 év főiskola, és jött a csönd, és akkor jött egy szilveszter, amikor valamit kivágtak, bevágtak, és akkor volt egy Buzáni Fábri Éva, aki mindig szerkesztette a szilvesztereket, meg a önök kértéket, és fölhívott, hogy János, itt szilveszter kéne valami 10 perc, mit tud valamit? Hát mondom, például paródiák. És akkor jött egy visszatérés, és akkor felfedeztek engem, hogy én tudok utánozni, mert már mondom, azt elfelejtették, és hívtak vidám műsorokba. A Gál Völgyi show az sehonnan nem lett ellopva. Olyan értelemben nem lett ellopva, az úgy volt rossz, hogy volt, de a kereskedelmi csatornáknál, nem mondom egyiket sem most név szerint, minden, de ezek a műsorok, amiket önök látnak, amikor állarcos énekes, meg ezek a szörnyetek műsorok, ezek egy az egyben vannak levéve, megvásárolva. Az ki van találva, hogy magának a haját hogy kell befésülni. A Gál Völgyi show úgy volt rosszul, hogy volt, de azt senki nem találta ki, azt mi csináltuk. Csak hát azt csináltunk egy évben 4-et, 3-at jókedvből, és amikor beállt egy olyan, hogy havi 30 percet, havi 30 perc humor gyártani, azt nem ajánlom senkinek. Voltak olyan televíziós szereplők, akik igényelték, kérték is azt, hogy csináljon róluk paródiát, akik értették ennek a lényegét. Hát nekem ez alatt, az idő alatt 2 sértődtek, mert az egyik nekem iskolatársam volt, a Szegvári Kati, aki egy Árkus Józsefféle parabola miatt, amit nem is én írtam, azért sértődött meg, és állítólag az Egri János volt, a lehetett kérdés, hát, volt egy ilyen műsor neki, hogy de így szemtől szemben nem. Hát a Balhém nekem nagyon sok mindenből, és sok mindenkiből volt, feljelentéssel, meg mindenfélével, úgyhogy az még egy pár évvel ezelőtt is még egy 2 éves bírósági ügyem volt. Hát például a rabszolgasors. Ó, igen.
Meg... Hát Iza urának még ahogy gyűjtettek, hogy felszabaduljon, meg volt a másik, a Baklány, akinek szürke hályogja volt, amit már operálnak nálunk, egészségügyi biztos, szóval, hogy annak is gyűjtöttek. Hát, meg az... az is igaz, hogy Zámbó Jimmy le akarta lőni? Hát nem, a golyót nem pazarolt volna rá, meg akart veretni engem, azért mégis ez egy humánosabb dolog. De hát egy olyan országgal, a Zámbó Jimmyről készült film, én nem csodálkozom semmin úgy, hogy mert azért ez már a színvonalnak egy olyan magas röptű része, hogy erre nem tudok mit mondani. Azt gondolom már Rózsa Györgyöt említette, aki jó barátja, és dolgoztak is többször együtt volt, mikor producere volt a Gálbőgésónak. Ő maga kérte, hogy legyen róla paródia. A Tália Szilárdra ment egy kabaré műsor, és a Rózsa György bejárt hozzám. Nem mi miattam járt csak be, hát voltak táncos lányok, de nem úgy csak. De ott lógott a Gyuri nagyon sokszor estén keresztül a nyakamon. De mondom, ez egy nagyon régi barátság volt, és akkor csináltam az Egrit, és akkor átoldalt a függönni, és azt mondta, látod, milyen vagy, hogy az Egrit csinálod. És akkor a Rózsa Gyuri, amikor átvette a kapcsolatomat a Vitraitól, miután nagyon jó barátom volt, mindig megkérdezte, hogy átmenjek a sportösztönre, mondom, ne menj át, rögtön átment. Átvegyem a Vitraitól a kapcsolatomat, kérdeztem, mondom, ne vedd át, átvettem. És megkért engem az első 2-3 adást, hogy tegyem meg, hogy nézem. Hát mit, az embert a barátjám néztem, és én felírtam ilyeneket, hogy ne nyald a szád, ne beszélj anyádról, nem. Hadd a nyakkendődet, ne igyál annyi vizet. És amikor megkért azon az estén a Gyuri engem, akkor azt mondtam, hogy annyira megvolt már bennem, amiket én összeírtam, és el nem mondtam neki, bementem és leimprovizáltam, és abból a 10-valahány percből lett meg aztán ez a Rózsa Gyuri kapcsoltam, ami a Gyurinak nagyon-nagyon tetszett, és a Gyuri, miután egy okos értem, így nem látszik rajta, de egy okos értelmes, intelligens ember, őt nagyon megdobta a dolog. A másik ilyen televíziós műsor, ami nagy népszerűséget hozott, vagy fokozta még a népszerűséget, ez a Heti Hetes. Hát ez azért vigyázunk ezzel, igen, kinek népszerű, kinek nem. Én nagyon szerettem, és nem fogom megtagadni. Meg ugye ön többször hangoztatta már, hogy nem politizál, de itt tulajdonképpen berakták önt egy politikai oldalra. Persze. Hát nézze, a Heti Hetes normális országban, ahol élünk. Lehet, hogy egy hangsúly mit számít, vagy egy szünet. Leül 7 ember mondjuk ha rendes lakásra van, a panelban, az asztal köré, leül a kocsmában, de még nem vissza halálra magát, és beszélgetnek. Te Józsi, hallottad, hogy milyen jó, hogy nem az ellenzék nyert, mondja az egyik. Mert az ellenzék nyer, akkor mit tudom, rezsicsökkentés lenne, vagy nem tudom én mi, meg annyi minden rossz dolog, meg mi lenne, Gázára fölemelték volna, ha nyerezett. És így beszélgetnek egymást. Ez a Heti Hetes. Na most mi ugyanígy leültünk és beszélgettünk így. Én nem tudom, hogy miért ne lehetne nekem beszélgetni bárkivel, akinek nem ugyanaz a véleménye, de a Heti Hetes berakták egy skatujába, mi soha olyan alpárjak nem voltunk, mint amiket én látok, hogy egyesek szájából a televízióban vagy olvasva és ömlik a mocsok kifele. Ilyet mi soha nem csináltunk. Csak jó, hogyha az embert berakják a skatujába, ott zörög benne, az ez már itt van kézben. De arról is lehetett olvasni, hogy a Heti Hetes például megágyazott a kormányváltásnak. Na most az a normális ország, ahol egy kormányt, egy tévéműsor meg tud buktatni, az hát nem alsó angola lehet még, ne. Hát gondolj, ezt a baromságot, szóval vannak ilyen legendák. Hát ha ez így lenne, édes Istenem. Hát hogy el tudja ezt valaki képzelni? És el tudják képzelni, annyi mindent el tudnak képzelni. Hát. Egyébként ez a rögtönző képesség, tehát hogy mindig ott szólalt meg és olyat mondott, amit láthattunk, az valahonnan jött régebbről? A Haknikból jött, tehát az a bizonyos egy év, amit mondtam magának. Rengeteget léptem fel, mondtam az Ózdi kocsmától kezdve, ahol kezelni kellett, nem, átmentem Szegedbe, kezelni kellett a közönséget, tehát ha felszóltak vagy visszaszóltak, de ezt nekem meg kellett tanulnom, hogy nekem mi áll jó és mi nem áll jól. Mert meg a Kamara Varieté, ahol én felléptem, az egy olyan hely volt annak idején, ami most a játékszín, hogy ott emberek ültek bőröndel. És akkor ment a vonat, gyere ma, Józsi, gyere, és akkor mentek ki. És hát közben reagálni azért kellett valamit rá. Tehát ez biztos, meg ez egy adottság, ez olyan, mint a hangutánzás, biztos gondolom én.
a színházi történetet a Madásnál hagytuk abba, az úgy ért véget, hogy egyik nap még volt, másik nap már nem? Hát nem, kimennek darabok, nem, úgy szoktuk mondani, hogy kimennek darabok, tehát azok a darabok, amikben én voltam, azok kimentek, és akkor jöttek olyan darabok, amiben én már nem vagyok. De így ért nagyjából véget, hogy azok a darabok kimentek, és jöttek a műzikelek, amiben nekem nem fájó pont, mert nincs szerepem, tehát hogy mondjam, még egyszer hangsúlyozom, a musical a fiatalok műfaja, a producerek, a macskák kivétel volt, a macskáknak volt 1500. adása, vagy volt egy ilyen díszünnepség, ahol meghívtak, én azt csináltam a macskákba, az öreg macskát, ez egy három szerep, és látja, az első megkísértésem az volt, amikor a macskák az a irgalmatlan siker volt, és a Haman beteg lett egy fél év múlva, és akkor kértek engem, hogy vegyem át. És Alman olyan jó volt, olyan zseniális volt, hogy nem mertem át. Azt mondtam, hogy nem fog kitenni magam annak össze, hogy hú, de szar. És akkor ez volt az első megkísértés. Mindegy, és akkor a Márkus beteg lett, az volt a második, és akkor azt mondtam, a Márkus meg fog gyógyulni. Meggyógyult. Nem, lényeg az, hogy tehát macskáztam, meg producereztem, és aztán kifogynak ezek a szerepek. Hát még van a hegedűs a háztetőn, öreg színész, vagy öreg ember kell bele, aztán plusz. És akkor jött az Orlai produkció, nem, a hát jött játékszín? Nem, hát a játékszínben jött a játékszín nekem, jött az Orlai, akkor jött az Orlainál, ami nekem nagy ajándék volt, a Hullaégető, ami nekem egy 40 éves álmom volt, hogy megcsináljam, és sikerült megcsinálom, nekem egy nagyon nagy dolog volt, hogy megcsinálhattam, megdöbbentett, hogy miről szól ma az a bizonyos darab, és aztán jött a Pintér Béla, ami nekem, hát úgy érzem, hogy a szakmai életemnek a lezárása. Róla beszéljünk egy kicsit, mert ugye említettük már többször, hogy hivatásos rajongó. Igen. Ez a hivatásos rajongás, ez Pintér Bélával szemben is fennállt, ugye? Hát nem... annyiban, hogy én, mint néző, én hogy mondjam, ha én látok valami jót, én napokig tudok róla beszélni. Tehát nem vagyok az a... Hát gonosz vagyok, de ha rosszat, de nem, ha jót látok, akkor én nagyon lelkes tudok lenni. És én akkor ezt a Rátvénytől tanultam. Én Rátvény lement Békés Csabán, meglátott egy rossz táncos komikust, hetekig beszélt, hogy érdemes megnézni, mert... Na mindegy, és a Pintér Béla előadásait nagyon szerettem, azt, ahogy játszanak, amiről szól. A Pintér Béla egy zseni, én ezt vállalom így, ahogy van. Korunk Shakespeare-je szerintem, mert ír, zenét szerez, rendez, játszik, koreografál. És én nem mondtam, hogy egyszer a Pintér Béla. Az, hogy játszak nála, ez föl sem merült bennem. És akkor fölhívott telefonon, egyszer találkoztam vele, úgyhogy az utcán oda jött hozzám, és azt hittem, elájulok, hogy a Pintér Béla oda jön hozzám. Ez 3-4 évvel ezelőtt volt. És akkor fölhívott, hogy lenne egy darab, amiben írna nekem egyszer. Hát én azt hittem, elájulok. Beszéljünk még a végén egy kicsit a családról is. 71-ben nősült meg, igen, ha jól tudom. Igen. Ez ugye a Ki mit tud után volt már, és hát egy olyan családba került, ahol az ismert bűvész Rodolfo lett az apósa. Igen. Tőle mit kapott? Hát egyrészt például a lányát kaptam. Ezt olyan fura, mert mindig megkérdezik, és nem tiszteletlenségben mondom, én nem ismerem magyar kártyát sem. Tehát a bűvész, azt tudom, hogy működnek a bűvésztrükkök, de az engem mélyen nem tesz boldoggá, mert apósa mindig mondta, hogy úgy kell zongorázni, hogy az ember nyomogatja a fekete meg fehér billentyűket. Megvan? Tud zongorázni? Nem. Na, szóval ilyen egyszerű lenne a dolog. Mit kaptam tőle? Szakmai tisztességet, hozzáállást, családszeretetet, jóságot, segítőkészséget, olyanokat, hogy apósom, ha bárki bajban volt, akkor fehérig, nyakkendő. Jó, hogy neki volt a zsebében egy paprikárt, és azzal a paprikártyával ő mindent el tudott intézni. Tehát ő bement valahova, azt mondták, itt a Rodolfo, aztán húzzon egy lapot, megcsináltam 4-5 kártyatük, és elájult a paleszt, na, most akkor maga is tegyen velem csodát, mondta apósom, és akkor ő kérte, amit kért. Úgyhogy én ezt kaptam tőle, és én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon jó hatásra volt rám, és nagyon sok tanácsot adott nekem, és nem akarok misztifikálni, néha még most is van, hogy no, mit mondana. Jó. Fellépés napján nem lehet enni hagymát és fokhagymát. Például, igen. És ő téli szalámit sem, mert meg lehet, jó, hát apósom, most én megehettem volna 4 fej hagymát, tehát nem éreznék, mert nem lehelek. De hogy ugye fölhívott maga mellé a színpadra valakit. De hát ez a színházban, még a Rátvényre visszatérve képzeljék el, hogy egy öltözőben öltöztünk 20 évig, és az első napokban hát néztem, hogy
térdzokni. Tehát nincs boka fix, kinn a boka, csúnya férfi lába, viszeres. Térdzokni a színpadon. És azt néztem, hogy a öblit, szájöblítés színpadra ment előtt, és környített a vízbe. És akkor már hallottam, hogy az oroszok azok itt, most nem szabad az oroszokról ilyet mondani, mert a barátaink, de hogy higiéniás szempontból, ők a Krasznaja Moszkvát így itták, víz nélkül, kísérő nélkül. De rá, hogy egy pár cseppet tetszik bele, és azzal öblített. Egyik mondom, megkérdezem, hát le, most mi történet? Robi mondom, nem, de miért? Külni, miért? Azt mondta, nem itta meg, nem nyelte le, ellentétben Szergeikkel, hanem azzal öblített ki, mert azt mondta, hogy ez nem létezik egy operetben, ott énekel a primadonnával, és hogy büdös legyen a szája. Hát az kizárt dolog. Tehát régen még énekre is odafigyeltek. De volt nekem egy csodálatos tanárom, Keleti László, aki maszkot tanított meg minden, azt mondta, nálam így beszélt, ő volt a Szabó családban, ő volt a Wagner Zsiga, meg a Csimbum cirkuszban, a Szabóca április, és az így beszélt, azt mondta, megvallom neked, jó színész, tisztát cipő, rossz színész, koszos. És az régen az egy dolog volt, hogy koszos cipőben, utcai cipőben nem megyünk színpadra, kalapban nem megyünk színpadra. Most a zsidó színházról van szó, ez egy más dolog. De hogy az egy templom, az egy, nem eszünk a színpadon, nem üvöltözünk a színpadon, csak nem kívánja meg a dolog, meg a darab, akkor az egy szent hely. Volt régen. Gondolom, hogy itt a nézők közül sokan irigylik a családját olyan szempontból is, hogy ön egy vicces ember? Nem. Hát ez megint csak visszatérek a sebészre, meg a nem, hát én most, hogy mondjam magának, hát reggel fölkeltem, ez egész héten mondta, játszok. Valamit, nem tudom. Jöttünk autóval, és ez ment végig, mondom, hogy úristen van, Covidom nem lehet, négy oltás van bennem, és még ami belefér. De mi az úristen, allergia, nem tudom én. Mondom, jövök ide beszélgetni. Hát, hogy mit mondok, az teljesen az agyam, tudom. De mondom, itt végig fogok köhögni, de az, hogy itt végig köhögünk egy beszélgetést, de holnap nekem előadásom Pintér Béla. Holnap után Pintér Bélám van, utána pedig hárman a padon van, amit végig pofázok, és az is. Bejöttünk, egyet nem köhintettem. Na most ez a színpad varázsa, de hát a feleségem nem volt boldog attól, hogy reggel, mint az állat, krahácsoltam otthon, és mondtam, szépen, nem tudom, az úristen lesz velem ózdon. Vegyek be valamit. Ne vegyél be sem, nem. És te azzal, hogy be kell vennem, van, nem tudom. Ez nem egy vicce. Hát ha röhög rajta, akkor igen, de nem szokott. Nem, hát ez nem úgy megy, hogy az ember fölkel, és dőlnek körülött a családtagok. Hát... Maga eljött hozzánk. Most ha visszanéz a pályájára, akkor most ez az a Gál Völgyi, akit annak idején elképzelt? Hát, már nem. Tulajdonképpen nem lehet egy szavam se, hogyha majd elbeszélgetünk valahol valakivel. Nem, én ennyit nem tudtam összeállítani magamnak, szóval azt, amit én elértem most, nem a... Mert a kitüntetés az olyan, mint a kitüntetéseket lehet adni, lehet kapni, tehetséget, mint mondtam, már nem. Nem arról beszél az ember, hogy engem a Jóisten valahol tényleg nagyon szeretett. Ebben én úgy néz ki az én pályám, meg az életem, hogy ez egy ilyen így. Ebben rengeteg nagyon vacak nap volt, rengeteg nagyon vacak hét volt, hónap volt, év volt, nagyon sok álmatlan este van. A mai napig, ha én játszom, és nagy siker van, és az ember hazamegy, de úgy éreztem, hogy ma ezt ember észre nem beszél. Én tudom, hogy nekem ez ma nem úgy ment, hogy miért nem... Ezeket a közönség nem is kell nekik tudni, mert semmi közük hozzá. Engem sem érdekel, bemegyek másnap a fogorvos, és olyan éjszakán volt, nem tudom, húzza ki a fogát, ezt menjen haza. Szóval nem, hogy nem egy egyszerű. De hát úgy nagyjából azt hiszem, hogy amit befutottam. Most már lefutóba vagyok, úgyhogy... Van olyan dolog, amit megbánt, vagy amit máshogy csinálna? Nem, biztos. Az egy, hát ez a ha meg visszafele már ilyen dolog nincsen. Az kérdés például, ha fölvettek volna a főiskolára, épp erről beszélgettünk le idefele évet, hogy akkor lehet, hogy nem én vagyok a Gábor, de látja, hogy minden rosszban volt valami. Akkor úgy éreztem, mentem, és ezt nem mondtam, mentem a munkahelyemre reggel 7 órára, és fél 7-kor mentem a hálsószámba, és sírtam.
és azt mondtam, beszélgettem a jó Isten, mondom, én is lát, nyitva van a te szemed, hogy itt megy a világ legjobb színésze, megyek a Rébai nyomdába, szarba megyek be, és akkor meg színészek ezek, mert de ha nem így alakul, ha nem jön, aki mit tud, akkor szóval annyi, mint én szerintem, én abban hiszek, hogy önnek is van egy forgatókönyve, nagyon becsülendő, nem is nézett bele, ami azt jelenti, hogy fölkészült, de van egy forgatókönyve mindenkinek. És akkor az ember lapozgatja, azt az utolsó oldal, majd meglátjuk, hogy mi lesz. És ön tudott nemet is mondani, ha a filmekre gondolok, több filmszerep van, amit visszautasított. Ja, sok nemem nem volt, sok felkérésem. Nem, a film nekem valahogy kimaradt, nekem az volt az én problémám, nem nekem. Szabó István, aki egy fantasztikus, csodálatos filmrendező, vele beszélgethettem egyszer, mert van egy műsorom valamelyik rádióban, amit nem lehet hallani, a sajtószabadság nevében, hogy ott, és azt mondta, vannak színészek, akiket szeret a kamera, és van, akit nem szeret. Ugyanis a filmszínészet az egy egészen más dolog, mint a színpadi színészet. A színpadon az embernek három felvonása végig kell tudni. A filmen, én most megkérem önt, hogy tegye azt meg nekem, hogy könnyezzen egy kicsit, és akkor hát egy órát magára szállnak, hát egyszer csak fog könnyezni, vagy megrúgják hátul, vagy megbökik, és azt fölveszük, és azt mondja, te jó színész, hú, láttad, hogy könnyezett? Tehát a filmszínészet nem ilyen egyszerű persze természetesen, de az egy más műfaj a filmszínészet. Engem nem nagyon szeretett, úgy látszik a filmkamera. A másik az, hogy én megkaptam filmrendezőtől, lejutunk tárgyalni, azt mondta, ne haragudj, annyira van. Ettől a mozdulatom, egy filmrendező, ez azt jelzi, hogy ennyit lát majd a képernyőn, így annyira ismert az arcod. Mondom, figyelj, akkor dolgozz egy zingervarógéppel, mondtam neki. Hát azon küszködtem, hogy ismert legyen az arcom. Régen csak ismert arcok voltak a filmvásznon, tele is voltak a mozik. Aztán jöttek a dilettánsok, jöttek a külföldi dilettánsok, mert amikor amatőrök játszanak, de amikor dilettánsok játszanak, az egy más dolog. És a filmnek volt egy ilyen lemerő. Én most nem a reklám helye, nagyon sok fiatal rendezőt látok, és fiatal isteni kollégákat, akik vannak jó magyar filmek mostanában, aminek én örülök. Nem velem, de mindegy, én örülök neki. Mi az, amire még vágyik? Egy szép békés elalvásra, majd, nem tudom mikor. Nem, nincsenek ilyen vágy. Az ember egy bizonyos kor után azt mondja, hogy még reggel fölkeljek, holnap lefeküdjek még. Olyan nagy, amikor most csinálták velem egy tévéripősor, mi vész a jövő évadról? Mit? Jövő évadról? Hát azt mondom, jövő héten mi lesz velem a jövő évad? Nagy terveket már nem szövögetek, úgyhogy nem vágyodom én úgysem. Várnak még szerepek is, várnak még tavaszra, meg még januárra is, de meg kell élni a holnapot. Ezt nem tudom még mi lesz ebből, de meg kell élni a holnapot még. Mi pedig arra vágytunk, hogy köztünk legyen, és örülünk, hogy ez összejött. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó köszönöm volt szépen. Beszélgetni. Köszönöm szépen. Ez volt a Pozdium az Ózdi Városi Televízióban. Remélem, tartalmas volt ez az egy óra. Ha van kedvük, legközelebb jöjjenek el a beszélgetés helyszínére. Belépőjegyek az olvasó jegypénztárában kaphatók. Viszontlátásra!